stori zöld erdőben van egy fa, de alá állok, hogy ne ázzon alatt a fa tetejéből. Hullott rám a virágja, de szép a babám, kecskeméten nincs várja. Csík János és a Mezzó zenekar adott koncertet a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2022. januárjában a Csengély Dénes Kulturális Központban. A városi ünnepségen átadták a Paks kultúrájáért elismeréseket is, amelyeket Péters Mária és Bunkóczi András vehetett át. Idén is készülnek programokkal a szervezők, január 19-én 19 órakor Szabó Péter ünnepi köszöntője nyitja meg a Magyar Kultúra Napja programsorozatot Pakson. Ünnepélyes megnyitóval kezdjük a kultúra napi programsorozatunkat, ezt követően pedig egy Cseh Tamás estet élvezhetnek az ide látogatók. Itt 80 éves lenne éppen Cseh Tamás, ez volt az apropója a választásunknak. Egy páros érkezik hozzánk, Hegyi Norbert és Jós Tamás, egy nagyon igényes produkcióra számíthatnak az érdeklődők. A programsorozat részeként Koszorús Aranka festményeiből nyílik kiállítás január 19-én a Csengély Dénes Kulturális Központ galériáján. A Kultúra Napja alkalmából további két színház előadás is várja az érdeklődőket. A programsorozatnak része két színházi előadás, 20-án az Azt mondd el Pista örkény életéről szóló színházi előadást, és 23-án hétfőn pedig a Sör, Shakespeare összes röviden című színdarabot lehet megtekinteni. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünneplik január 22-én Magyarországon, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le és jelölte meg dátummal Csekén a himnusz kéziratát.